Szervusztok, szép jó estét mindenkinek! Egy kicsit befelé néztek, akkor érzékelhettek egy nagyon erős energiát. Valami történt kint a térben, és annak a határosai most kezdenek kell begyűrözni ide az információs terünkbe. Egy új idővonal. Amelyik idővonal zsákutcába vinne minket, azt az idővonalat szépen átlépjük, és átlépünk egy másik idővonalra. Kívülről is segítik, de leginkább ez a földi lelkeknek az irányítása alatt működik. Tehát, ha minél többen egy cél irányában alakítjuk az energiánkat, akkor az a cél fog megvalósulni. És az idővonalak átlépésénél legtöbbször ez nyilvánul meg. Döbbenetesen erős ez az energia. Na, majd meg fogjuk érteni, hogy miről szól. Min változtat, addig is gyűjtsd össze szíved minden szeretetét, tedd bele a fehér gömbödbe, és küldd le földanya kristály magjába. Indítsd el a szívteredből, gerinc mellett végig lefelé, medence, comb, lábszár, lábfej, és a talpadon keresztül leengedett földanyának. Üdvözöljük a belső föld lakóit, és megköszönjük energetikai támogatásukat. Gája szereti gyermekeit, feltölti a gömbödet energiájával, szeretetével, és küldi vissza hozzád. És ez a finom energia belép a talpaidon, lábfej, lábszár, comb, medence, és a gerinc mellett visszatér a szívtérbe. És most küldjük fel atyánkhoz a napba. Atyánk is feltölti energiájával, szeretetével, majd küldi vissza hozzád. Belép a koronacsakrádon. Harmadik szem, tobozmirigy, torokcsakra, és újra itt van a szívtérben, és együtt van a Szent Hármasság. Atya, anya és a gyermek. Támaszd meg a gerincet, hunyd le a szemed, csillapítsd le az elméd, zárd ki a gondolatokat, figyelj befelé, figyelj az energiákra, figyelj a megérzéseidre, az intuíciókra. Most tényleg figyelj oda. K-
kérem, 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 kérek minden égi lényt, a teremtőt, a forrást és energiáját, az ősöket, a Szent Szellemet. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Hermes Trismegistus, a sárkány nemzetség, lemúriai mesterangyalok, Atlantis angyalai, Atlantiszi magar mágusok, aranyasszonyok, tündérek, boszorkányok, Mária, Szananda, Mihály, Gabriel, Rafael, Szandalfon, Szarahel, Ízisz. Teremtő istenek, a nagy fehér testvériség, felemelkedett mesterek, spirituális tanítók és szellemi vezetők, a csillagcsaládok, segítő angyali tudatmezők, szeretett felettesén belső gyermek feleszületett, lénye minden aspektusa és lélek része. Kérlek, jöjjetek, lépjetek be energiarendszerembe. Borítsátok be védelmetekkel tagjainkat, áldott Gáját és a Földön minden lelket. Így legyen most. És ez így van. Köszönöm, 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 köszönöm. Drága univerzum, égi segítőink, és behívjuk azokat a frekvenciákat, rezgést, információt, amire szükségünk van. Figyelem, hogy milyen energiák jönnek, mit akarnak közvetíteni. Nagyon a történet meghatározó, nagyon erős frekvenciák, rezgések, esemény meghatározó.
Szóval elindultunk egy jó irányba, és most nagyon kemény kézzel ezen az irányon tartjuk magunkat, mert mi is irányítjuk az egészet. Tehát a sok azonos célú energia összeadódik, az befolyásolja a történeteket, történéseket, az eseményt. Most érzem, hogy jó irányba megyünk, és ezt vasmarokkal tartjuk kézbe. És ez majd a fizikai síkon is megnyilvánul. Tehát látni és érezni fogod, hogy megtörtént valami, egy nagyon komoly dolog történt. Érdekes, multidimenzionális síkon érzékelem ezeket a dolgokat. Jó, kihat a DNS-re is. Na, te csak figyelj befelé, és figyelj az érzéseidre, az intuíciókra. Esetleg képekre, színekre, hangokra, illatokra. De leginkább az érzésekre, hogy ez jó nekem? Tedd fel a kérdést magadnak. Előbbre visz engem?
Kvantumban multidimenzionális síkon történik most ez az esemény. Krónikákba föl lesz jegyezve. Elindult egy arany energia folyam, ami mindent kitölt. Tiszta arany most minden. De csodaszép. Azért, hogy az emberiség elfelejtett története. Részleteket látok, ahogy kis csoportok, egyre nagyobb csoportok, család összekapcsolódik az egységbe. És létrejön a kapcsolódások, meg magasabb szintű lelépésre az egység eléréséhez.
egyértelműen fogod érezni a változást. És most kezded érzékelni majd az új idősíkot. Látok egy hatalmas nagy vízesést, vagy vízfüggönyt, ami lemos mindent. Te alatta állsz, és lemos téged. Megtisztít. Szóval az egységet nem választhatja szét síkok,
rezgések, frekvenciák Kedveseim, kísérjétek figyelemmel ezeket az energiákat, és hallgassatok a megérzéseitekre. Namaste, áldás minden létezőre, áldás a felemelkedésre, áldás a felemelkedés segítőire, áldás rád!